Kissé szokatlanok a szemnek az egy helyben álló ralliautók, amelyek a gépátvétel erejéig sorakoztak fel a Magyar Autóklub fehérvári bázisán. A szokásosnál magasabbra emelt karosszéria jelzi, murvás verseny hétvégére készül a mezőny. A szakértő szemek mindent átvizsgáltak, a többi között Turán Frigyesék Volkswagenjét és Vince Ferencék Skodáját is. Szemügyre vették az összes biztonsági berendezést. A biztonság kiemelten fontos, a felelősségteljes, biztonságos szurkolásra szólítanak fel a szervezők. A szombati napon van két gyorsasági, egy rövidebb 7 kilométeres, van egy 17 kilométeres, ez mind a kettőt kétszer teljesíti a mezőny, majd pedig jön be a szuper speciálra, Fehérvárra, ugye, ahol a néző szórakoztatása legfontosabb. Vasárnap újabb három szakaszon folytatódik majd a száguldás, régi közkedvelt etap került vissza a programba. Az egyik az 11 kilométeres, a másik az 18 kilométeres, illetve van egy 16 kilométeres gyorsasági szakasz. Ugye itt van, visszajött olyan klasszikus pálya, ami a híres ötfa gyorsasági szakasz, ami Csor fölött van. A nagyon régi Fehérvár Rallikon volt egy nagyon-nagyon híres, hírhedt pálya. A két nap alatt összesen 10 gyorsasági szakasz teljesít a rally és a tereprali mezőny. A fehérvári szuper speciál szombaton 17 órakor kezdődik a Palotai úton. A látogatható szervízpark a MOL Aréna sóstónál található. A célceremónia vasárnap délután 3 órakor kezdődik, szintén a Vidi stadionnál.